fűszfák lágyívű lombja, lassú folyó, aranyló homály. Bárhol járjon a világon az ember, az alkony perceiben egy hasonló képre mindenütt rátalál. Bódultan lesi a világosság és a sötétség találkozását, a földi világ néma átváltozását. Az alkony rejtélyes átváltozás. Ha nem csak szemünk és szívünk, de elménk is követni tudná, talán megértenénk a létezés minden titkát. A vándor ilyenkor megáll, de lába úgy éri csak a földet, ahogy a fűzágak ujjai a fűszálak hegyét simogatják. Éppen csak érintik egymást. Így álltunk nemrég egy alkonyi órán, dermedten, csendben, a Lásza folyó partján, Tibetben, a világ tetején. És az alkony bíbor ködében feltűnt előttünk akkor egy kolostor képe a tájban. Otthonosak voltunk már a völgyben, de nem láttuk ott korábban soha emberi élet nyomát. És most mégis ott állt, ég és föld között, a folyó túlsó partján. Aranyozott tetejének ívelt szélei kínai stílusra utaltak ugyan, de közelebb érve láttuk, a kolostor tibeti nevet visel. Kapu fölött szépen rajzolt betűkkel ez a felirat állt. Grukhaib Harold Gompa. Ami magyarul azt jelenti, Rév szomszédság a kolostor.